is olyan fiat. Hihetek, ahogy csak tudok meg. De falozd nekem. Nem látsz, hogy ez az íti. Ez az, amit te mondasz. Ez az íti. A költészet napján, József Attila születés napján nem csak a legellentmondásosabb költészet. Uraimmel kifejtem ki Puszta Sándor. A polgármesteri hivatalra József Attilának a tisztességgel elgondolkodó két hexametere került. Figyelj, elszúrod, akkor miért jössz? Tegnap este mindent meg nem csinálok ezeket, akkor ma. Hogy is elteszt? Milyen? Östen már is a szegény gyerek. Hát persze jöttem Tarnuszára folytárnak. Mit? Kintről? Igen. Mehetek, Domi? Mehetsz, papa. Mehetek, akkor megyek. Papa, gyere reggelizni! Papa! Nem az meg az ott? Kérdem, biztos fölérni, hát csak kérdem. Ha nem akartál volna egy nadrágot fölvenni? Úgyhogy egy kicsit följebb, te ide üljél följebb a Zsoltipával együtt. Akkor odaülsz. Papa meg a közepére. Tessék, itt van a só, öntöm a teát. Teát kész. Itt megy a királykodnak a bűncse. Akkor a Zsoltika kijönni. Jó étvágyat. Jövőre. Na, ezek jobbak lennének, akkor de, Domi? Nem jó, ez itt.
Nem azt kérdezem, hanem a másikat helyet. Mika? Tudod, amit hol kell törni, és kanállal ki. Ja. Csak ne nagyot vágd, ne a közepét, a hegyit vágd le. Elég lágy. Hát azért mondom a Zsoltikának fontos, hogy ne kérdezz lágytojást. Egyet, hogy kell. De nekem annyira... Tudsz adni egy kis tányért? De nekem annyira lágy kell, hogy folyik a sárgája. Hát a sárgája a Dominik. Neked mi kell, Domi? Kislányja kell a Dominik. Kis darabban. Nincs tojástartó? Köszi. Tojástartó? Nincsen, Zsoltán. Biztonságosnak látszó életébe egyre több résen átszivárgott be a valóság. A kisfiúból később neves író, költő és világhírű filmesztőt lett. De ekkor már Balázs Bélára. Papa! Miért? Balázs Júzi! Ide vagy szerződve? Nem vagyok a katinak. Meg a... Nem, nem valami szükségek. Most Mama, meg te így se. Még nem eszünk. Mit mondasz? Meg te így se. Nem értem. Meg te így se. Ebédre jönk. Aha. Mindjárt. Okay. Elpakolok itt el, jó? Uh-huh. Akkor ezt, ami elő van, azt elrakom. Hát igaz? Ja, otthon marad neki? Most tud teszni. Mindent tett a fűtőtestre. Mit veszel fel? Hát úgy, hogy törítem a... Na, mi énekelje a télen a hangszoróból jön, láthallom. A hang, mondom, honnan jön a hang? A hangszoróból. Ezt elkézd, Domika. Ennyi elég? Jó, neked elég. Elég. Ez hangot is lesz? Elég. Ezt a kis tojást oda tehetem? Nem, ezt nem szeretem. Nem szeretem. A kis rétvált zöldség. Köszi. Ki? Mi? Attila. Kelemen Attila. Tortas, ja. Kényelmesen.
hogy kerültél onnan haza, vonattal meg vissza a vegyben? Az írsanyagkal. Semmi. Nem tudsz mondjuk semmit? Nem nagyon találkozom. Hadd segítsen! Meg kell győződni róla, hogy sehol sincs nyílás. A vizsgálatok kimutatták, hogy alig egy másodperc alatt támadnak és szúrnak, míg a normális házi méheknek ehhez 9 másodpercre van szükség.